könyvtárunk egyik kevéssé ismert, de mind művészettörténeti, mind irodalomtörténeti, könyvtörténeti, kultúrtörténeti szempontból halatlanul izgalmas töredéke, darabja, egy 10. század végén, 11. század elején készített könyvnek a maradványa tulajdonképpen, amelyet Apollonius Pictusnak neveztünk el. Ez az elnevezés, festett Apollonius, ennek a könyvtöredéknek a két legfontosabb jellemzőjére utal. Az egyik az, hogy egy olyan kaland és családregényt tartalmaz, késő antik regényt, amely Apollonius Tírusi király történetét és feleségének, illetve lányának a történetét beszéli el. Ami különösen izgalmassá teszi, az az, hogy a szöveget szinte képregényszerűen egy nagyon gazdag képsor kíséri, ez az illusztrációciklus, ciklus, itt valójában vörös tollal rajzolt jelenetekről van szó. Ez a képsor még az ezres éveknél is korábbi időkre visz minket vissza. Arról van szó, hogy ebben az időszakban a könyveket kézzel készítették, és ezért a szövegeiket, illetve sokszor a képeiket is olyan korábbi könyvekből másolták, amelyek azonos tartalmúak voltak. Több jel is arra utal, hogy a mi Apollonius Pictus töredékünkben megőrződött képsor, illusztrátora, Ismert egy 5.-6. századi mintapéldányt, ebből dolgozott, ennek a képeit másolta és alakította persze át a saját, illetve a korszak ízlésének megfelelően, de minden esetre megőrzött olyan 5.-6. századi motivumokat, és ezen keresztül egy olyan könyvkultúrát, amelyről szinte semmilyen tudomásunk nincs. A képek, illetve egészen pontosan a szereplők, a regény szereplői mellett germán nevek olvashatók, ilyenek, mint Szalekó, Bervel, Pusz, Gerolt. Részben ezeknek a neveknek a segítségével sikerült beazonosítani, hogy a könyvet a 11. 12. század folyamán egy köln közelében fekvő német bencés apátságban olvasták, Verdenander rúrban. Ezek a bejegyzések nem csak arról tanúskodnak, hogy egy késő antik kalandregény megtalálható volt egy kolostori könyvtárban. Ez is érdekes, de talán ez még nem lenne meglepő. Hanem egészen közvetlen betekintést nyújtanak arra abba, hogy a szerzetesek hogyan olvasták, hogyan használták ezt a művet. A képek mellett olvasható bejegyzéseik néha vulgárisak, más esetben egészen rendkívüli humorról tanúskodnak. Az egyik képen például azt látjuk, ahogy Apollonius király és felesége Lucina egymásra találnak, E a kép felett egy 12. századi kéz azt írta, hogy Bervel Pusz és felesége, vagyis az egyik szerzetes társát helyezték Apollonius szerepébe, és gúnyolták ki ezzel a bejegyzéssel. Ilyen közvetlen betekintést egy rég letűnt korszak könyvkultúrájába csak igen ritkán nyerhetünk, és rendkívül izgalmas volt az a kutatási folyamat, vagy mondhatnám detektív munkának is, amelynek során mindezekre a részletekre sikerült fényderíteni.